csendesen te véletem, csak akkor dobban meg a szívem. Az állomáson, ha hallottam, a mozdony fügynek hangját. Filmi, óri, óri, filmi, óri, óri, filmi, óri, óri, szép a vasutas élet. Az első állandó vasúttörténeti kiállítás Beles Lajos főművezető nevéhez fűződik. Munkatársakkal, vasútbarátokkal és Harangozó László vontatási főnök támogatásával megnyithatta a várva várt kiállítást a vontatási főnökség épületében. A gyűjtemény, bár megjárta a hadak útját, 2013-tól új remények szerint remélhetőleg véglegesen a volt vasúti irányítópont bunker épületében kapott helyet. Az új kiállítás lehetőséget nyújt a vasút dél-dunántúli megjelenésétől a vasút kialakulásának, környékünket is jelentősen befolyásoló településformáló, társadalom alakító, gazdaságélénkítő hatásának a bemutatására, amely Dombóvárt vasúti gócponttá, vasutas várossá tette. A város vasút történetét bemutató állandó kiállítás a vasút történet bemutatása mellett rámutat a város társadalmi változásait, kulturális életét, közművelődését jelentősen fellendítő új életformára. Műsorunk vendége Harangozó László, kinek nagy szerepe van a vasút történeti múzeum létrejöttében. Talán 1954-ben kezdődik, hát nem most volt, hogy elkötelezett életem én a vasútnak. Vasúti középiskolába kerültem, vidékről, olyan iskolából, ahol osztatlan iskola volt, és Budapestre kerültem a vasútgépészeti technikumba. Ezt elvégezve Kaposváron kezdtem a pályafutásomat gyakornokként, technikus gyakornokként, és 1963-ban közben katonaság is volt, kerültem a MÁV tisztképzőre, gépészeti tagozatra. Annak elvégzése után Dunaújvárosba kerültem oktatótisztnek a gépészethez. Én az évben még elkezdtem a főiskolát Estin Dunaújvárosba, tehát a munka mellett elvégeztem a főiskolát, és Dunaújvárosba oktatótisztként, reszortosként, ez ilyen mozdonyfelügyeletet jelent lényegében, meg bizott főnökként dolgoztam, és 1971-ben kerültem mint Dombóvárra, akkor beszerzésre kerülő, nagy tömegbe beszerzésre kerülő szovjet M62-es sorozatú mozdonyok kerültek hozzám, hát akkor azt hiszem 29 darab volt belőle. Ezt csináltam körülbelül fél évig, és fél év múlva én ezeket a mozdonyokat az egyik kollégának átadtam, aki később a vezérigazgatóságon vasútgépészeti főnöke lett. És én akkor már készültem arra, volt főnököm. Említette, hogy a főmérnök el fog menni, és hát úgy gondoljuk, hogy én leszek majd annak idején helyette. Ez be is következett, 1972. március 1-től voltam főnök helyettes, és 73-tól főmérnök 1977-ig. Akkor a főnököm elment Pécsre, a gépészeti osztályt vezette, és akkor én lettem a gépészeti főnök egy évig. Akkor történt egy szervezés, ahol a gépészet és a forgalom egy egységet képviselt, és ennek a vezetésével megbíztak. Ehhez tartozott Dombóvár fűtőház, Dombóvár állomás, Dombóvár vátaszék vonal, az összes állomás. Vátaszék, Rétszilas, Dombóvár, Szabadegyháza, Dombóvár Lepsény, és Sárbogárd, Székesfehérvár, Budakajtor bezáróig tartozott hozzám. Ön 2250 ember dolgozott. Ezt csináltam 8 évig, és ez a szervezeti forma az eredeti fölállás szerint megszűnt, és akkor visszamentem a gépészethez, ez 1987. január 1-je volt, és amíg nyugdíjban nem mentem, a gépészeti főnökséget vezettem, ez 2002. január 2-áig. Azóta
tengetem az életemet, mint nyugdíjas. Többféle fajta kitüntetést kaptam. Külön kell választani a szakmai elismeréseket, és külön kell választani az egyéb tevékenység során történt elismeréseket, ebben benne van a sport, a társadalmi munka, stb. A vasúti kitüntetések legmagasabb kitüntetésem az a Baross Gábor díj, ezt az első Orbán kormány idején Katona Kálmán közlekedési minisztertől kaptam, az 1998 körül, hát most pontosan nem tudom. Emellett több miniszteri kitüntetés is volt a munkám elismeréseként. Ez nem csak az én elismerésem, mert amikor a szolgálati vezetőt általában elismerésben, kitüntetésben részesítették, akkor az az egység, amelyiket a szolgálati főnök vezetett, akkor az az egység is valamilyen kitüntetést kapott. Tehát ilyen kitüntetések voltak az élüzem, kiváló csomópont, stb. Ilyen kitüntetések. A legmagasabb kitüntetést 1986-os év munkájáért kapta a vasúti csomópont, illetve üzemfőnökség. Hát akkor azt hiszem kiváló csomó, kiváló üzemfőnökség, a Vörös Zászlóval kitüntetett, a jó ég tudja pontosan már miféle, meg a szakszervezet, Vándorzászló, szóval ilyen kitüntetés még nem volt sose, olyan eredményeket értünk el. Ezt úgy mondták valamikor, hogy a nagy nap, nem D, a nagy napnak hívták. Tehát ilyenkor ezek a kitüntetések nem csak nekem, hanem a közösségnek is szóltak. A sportér is különböző elismeréseket kaptam. Hát nem tudom el felsorolni a kitüntetések sokaságát, mert nagyon sok van kosárlabdában is, a megye sportjáért is. És hát ezek sorrendben otthon megvannak. Dombóvár, mint város létezik. Ezt a vasútnak köszönheti, a vasúti csomópont kialakításának. Ugye a vasút 1872-ben jelent meg Dombóváron, Dombóvár alsó bátaszék és Zákány vasútvonal. Azóta ez rohamosan fejlődött, aztán elkészült ugye Budapest-Pécsi vasútvonal és Dombóvár csomópont. Ez merőben más igényeket jelentett, mint az addig mezőgazdasági jelleggel működő térség, megjelent az ipar igénye elsősorban a gépész vonalon, és nagyon sok munkaerőt föl tudott szívni a vasút. Ugye ez elsősorban abban az időben nagyrészt bejárókból, környező falvakból volt, verbuválódott, de hosszabb távon ez nem megvalósítható. A vasút, idézőjelben mondom, rendszeres, de még egyszer idézőjelben mondom, rendszertelen foglalkoztatása folytán, úgy döntöttek nagyon sokan, hogy beköltöznek vidékről Dombóvárra, és ez ugrásszerűen Dombóvár város lakóinak létszámát megemelte. Ez óhatatlanul jelentette azt is, hogy különböző szakmákban képzés indult meg, nem mindig Dombóváron, van amikor vidéken, Debrecenbe, Pécset, majd Dombóváron is szakmunkás képzés folyt, elsősorban a gépészeti főnökségen belül. A vasúti szakképzés különböző szakmákba, tanfolyamokon, tisztképzőn való részvétellel képezte ki a megfelelő szintű szakembereit. Ez rohamosan fejlődött, ahogyan a vasút fejlődött, úgy fejlődött vele együtt a város is. Ugye elég hosszú ideig elismert dolog volt, hogy a város meghatározó bázisa a vasút. Én úgy gondolom, hogy a vasút most is a legnagyobb munkáltató Dombóváron. Most nem csak egy szolgálati főnökségről beszélek, hanem a vasúti csomópont dolgozói most is, én szerintem több száz családnak biztosítanak megélhetést.
Tehát a Vasút én szerintem most is meghatározó. Nem mindenki látja így. Volt egy kollégám, sajnos már nem él. Beres Lajosnak hívták. Hát nem tudom, hogyan minősítsem. Ragyogó ember volt. Meghatódás nélkül nem igen tudok rá visszaemlékezni. Dolgoztam vele 30 évig. Munkában is, szakmában is elismert. Eredményeket ért el. Ez mellett sok mindennel foglalkozott. Foglalkozott többek között a vasúti anyagok összegyűjtésével, hogy az utókor számára lehessen látni, hogy a vasút kezdetektől milyen technikai eszközökkel dolgozott a mai napig. Hát sok olyan dolog van, amelyik ez végigkövethető. Ez a gyűjtő munka talán 1980-as évek közepén kezdődött, és az első ilyen megnyitása ennek a kis gyűjteménynek, azt hiszem 1988-ban történt a gépészeti főnökségnek egy kisebb helyiségében. Akkor az anyag annyi is volt. Nagyon lelkesen vezette ezt a gyűjtést a Veles Lajos, nem csak egyedül csinálta, de ő volt a szellemi vezére, és újságokba, helyi televízióba egy ilyen felhívást tett közzé, amelyben szívesen látná, ha idősebb vasutas kollégák, vagy annaknak is családok, valami relikviát, ha találnak otthon, hát hoznák be az utókor számára őrizendő. Nagyon sok anyag érkezett, végig küníték azt a helyiséget, és akkor egy másik helyiségbe kellett átköltöztetni, ez volt a második helye. És akkor utána történt egy olyan dolog, hogy a vasút még egy harmadik hely is volt ott a fűtőházon belül, ugye, és látogatni csak üzemen belül lehetett, tehát az nem volt egy egyszerű dolog, és volt egy lehetőség, hogy ezt az anyagot talán a múzeumnak átadnánk, hogy ők kezeljék, és a múzeum lehetőséget látott ennek a működtetésére. Helyiséget a vasút biztosított, a volt kisvasúti állomás főnökség, nem tudom, talán öltöző mosdó helyisége volt, lehet, hogy öltöző, nem tudom, vagy oktató. Hát nem sokáig ténykedett ott ez a dolog. Újabb helyet kellett szerencsétlen, idézőjelben mondom megint, szerencsétlenségnek mondanám, találni ennek a kis gyűjteménynek. A gyűjtemény aztán úgy alakult, hogy a volt énekzenei iskola alaksorában alakítottak ki megfelelő helyiséget, nagyon jól nézett ki. Hát a megnyitót ott is én nekem kellett mondani, nem az első alkalom volt, és úgy nézett ki, hogy véglegesen jó helye van. Egyrészt közel van a múzeum, átjárható, stb. Szóval ideális hely volt. Azt hiszem egy év múlva kiderült, hogy ez a helyiség alkalmatlan, ugyanis olyan magas páratartalom volt, amelyben nem lehetett a gyűjtemény állagát garantálni, hogy az megmarad. Akkor onnan kipakoltak, és most jön a tragédia, bekerült lomtárba. Ott volt vagy 2-3 évig, nem tudom. Ez alatt az idő alatt az egyik kolléga, volt munkatársam, Kertész Tamás, sajnos ő sem él már, föltérképezte, hogy vajon mi van. Csinált egy leltárt. Katalógus nincs. Leltár van. Arról az anyagról, ami az akkori múzeum tárgyait képezte. Hát utána keresgélés folyt, hogy hol legyen. Hát volt erről szó, volt mozi helyisége, volt róla szó, ahol a hotel mellett volt egy bisztró, most nem tudom, hogy mi, hogy oda kéne rakni. Dombóvár alsóra is gondolkodtak, hogy ott is van szabad hely.
Végül, de nem utolsó sorban, hát erre az épületre esett a választás. Minden még használaton kívül van, elvileg olyan állapotban van, hogy az elhelyezett tárgyak minőségi romlást nem hoznak létre itt bent, ezek a klíma, ami itt van. Hát így került ez ide. Hát ezt is én nyitottam még talán 3 éve, jó ég tudja. Hát azóta itt van, az anyag gyarapodik, éppen most mondják a kollégák, akik itt rendezkednek. Érkezett egy önkéntes támogató, hozott ide saját maga költségén fótról egy csomó nyomtatványt, meg könyvet, amelyik hát hagyatékként került hozzá, és nem akarta, hogy az enyészeté legyen. Úgy gondolta, hogy itt majd még a helyen lesz, és megőrzik. Tehát ez a története röviden a múzeumnak. Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy az eszmei és gyakorlati létrehozója az a Veles Lajos, és az a társaság, idézőjelben a társaságot, akik neki ebbe partnerei voltak. Tehát ha ő nincs, akkor most nem biztos, hogy ebbe a helyiségbe múzeumi dolgokról beszélgetünk. Mindenféle gyűjteményt meg lehet tekinteni. Hiányzik, én úgy érzem, hogy egy muzeológus, aki itt, lehet, hogy hosszabb távon elfoglaltságot jelentő munkát tudna végezni. Ez a hosszabb táv lehet, hogy lehetne egy fél év is. Ahol én szerintem kellene kategorizálni, a katalógus csinálni, és elhelyezni témák szerint, mert helyiség van, témák szerint, hogy melyik gépészet, melyik forgalom, melyik biztosító berendezés, melyik távbeszélő, melyik pályavasút. Szóval ezeket el kéne válogatni, és annyi helyiséget létrehozni, mert van, és mindegyik helyiségbe kronológiai sorrendben fölrakni azokat a tárgyakat, amelyiken oda megy a dolgozó, és azt mondja, 1872, és 1000, vagy 2010, valamennyi. Tehát úgy gondolom, hogy ez a nagy munka, ezt a nagy munkát én szerintem a múzeumnak kell elvégezni. Ugyanis ő hozzájuk tartozik az anyag. Pár érdekesebb kiállítási tárgyat felsorolna nekünk? Hát a gőzös időből van nagyon sok. Hát olyanok, ugye, hogy világítás. Hát petróleumlámpa. A mozdony vizsgálatára akkor nem volt villany. Pipicseket használtak például. Aztán nem volt sebességmérő óra. Hát érdekes dolgot, minden érdekes van. Most el kell kezdeni mondani, hogy hogyan táplálták a vizet a gőzmozdony kazányába. Ez egy nagy dolog. Hogyan szedték föl a vizet a mozdony közbeső állomásokon, ugye, akkor, amikor villany nem volt, hogyan lehetett mégis megcsinálni azt, hogy a mozdonynak megfelelő mennyiségű víz legyen, hát vödörre nem lehetett 5-10-15 köbméter vizet fölszedni. Ezek a technikai berendezések sajnos mindegyiken nincs meg. Én örülnék neki például, ha találnánk egy pulzométer, de az én időmben is már csak egy működött talán vízváron az országban, amikor én még annó fiatal voltam. Tehát aztán úgy nevezett, ez pulzométernek, aztán mondtak injektoros vízkiemelők, aztán végül már villamos szivattyúk voltak. Tehát ezt a folyamatot is lehetne látni. Aztán ugye a biztonságot, hogy honnan indult el a biztonság. Mert ugye már régebben is, amikor még nem voltak ilyen automatikus fényjelzők, meg biztosító berendezések, valami biztonság kellett azért, hogyha a mozdonyvezető ne találta rosszul lesz, hogy akkor még ott volt egy fűtő, aki ki volt képezve arra, hogyan kell megállítani, meg stb. De amikor már a fejlődés tovább ment, akkor ez már kevés volt. Hogy a technika fejlődött, nőtek a sebességek, a sebesség növelésével pedig a balesetveszély is egyértelműen nőtt, főleg akkor, amikor a távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozott volt. Most én utazó emberek szemszögéből nézem. Ugye külön fogalom a távolbalátás, és külön fogalom a
szabadlátás. Valószínűnek tartom, hogy egyik vasúti kolléga javaslatára történt a dolog, akinek rálátása volt arra, hogy ez szabaddá vált, funkcióját vesztette, és annak lehetőségét felvetette, és a vasút ebbe belement. Ez polgárvédelmi célokat szolgáló úgynevezett vezetési pont volt. Ezt az 1950-es években építették akkor, amikor még a szomszédban Tito láncos kutya volt. Ugye hát ez ma történelem. És ugye annak idején a vasúti csomópontok voltak a veszélyes helyek, amelyek az ellenség szempontjából célpontnak tekinthetők lettek, voltak. Na most, hogyha ilyen támadás érte volna netán Dombóvár vasúti csomópontot, akkor az egész vezérkar átjön ide, és innen, ebből a vezetési pontból lehetett volna irányítani a vasúti forgalmat, anélkül, hogy a vasúti épület netán tönkre ment volna. Tehát itt mindenféle kapcsolat megvolt, víz, villany, áramellátás saját áramforrással. És amikor ilyen lett volna a helyzet, ugye akkor békés időben fölkészültek a vasutasok egy ilyen katasztrófa helyzetre. Különböző csoportok voltak. Voltak ilyenek, hogy kárfelderítők, kárhelyreállítók, vegyelhárítók, egészségügyi. Ezek brigádok voltak, ki voltak képezve, és hogyha ilyen előfordult volna, akkor ezek idebe költöznek, és innen a vezetési pontról a parancsnok, aki a mindenkori állomás főnök, hát így én is voltam 8 évének parancsnoka, a szükséges intézkedéseket kiadja, és ezek a csapatok végzik a munkát, amit békés időben megtanultak. 2-3 éve megtekinthető önkéntes társadalmi munkába, itt vannak a kollégák, egyik mozdonyvezető, a másik, aki most itt van éppen mozdonyvezető volt, a másik pedig fővizsgáló, egy kalauz volt valamikor, aztán fővizsgáló, tehát ellenőr, ahogy tetszik. Most ők vannak itt, még egy fiú van, egy vezénylőtiszt, de az társadalmi munkába Kaposváron szakszervezeti funkcionál is most ott van. Egyébként ő is itt lenne.